Most pedig folytatjuk Irány Párizs című rovatunkat, amelyben minden alkalommal egy-egy olimpiai kvótás sportolónkat mutatjuk be. Ezúttal az egyéniben Európa bajnoki bronzérmes öttusázó Böhm Csaba életútjába pillanthatunk bele, akinek pályafutása veszélybe került korábban, de a fiatal sportoló már Párizsra készül. A következő összeállítás egy részlet Hortobágyi Tibor kollégánk Mi az én utam című sorozatából, amelyet a Magyar Sportújságírók Szövetsége éppen a héten ismerte a NIVO díjjal. Először zsámbékon lovagolni kezdtem, és aztán lettem úszó, és végül kötöttem ki az öttusánnal. A sport iránti szeretet az megvolt már nagyon-nagyon kiskorom óta. Azért egy hosszú út vezetett el idáig, hogy én azt gondolhassam, hogy ez az én utam, és hogy én öttusázó szeretnék lenni. Vallásos családban nevelkedtem, szüleim vallásosak, így mi is így e felé lettünk terelve. De sose voltunk annyira presszionálva így e felé. Elmentünk közösen misékre, megimádkoztunk közösen étkezéseknél, lefekvés előtt. Megvolt a keret, amit megadtak szüleink, viszont ez nagyon-nagyon jónak találom ezt, hogy mindenki a testvéreim közül, a nagyobbak közül, mi úgy találhattuk meg a hitünket, hogy ez gyakorlatilag ránk volt bízva. Minden kisgyerek álma az olimpia nyilván. Én is azt tudtam, hogy ilyen sportoló akarok lenni, és minél jobb. Én nem voltam olyan sohase, hogy kitűztem magamnak, hogy én csak is olimpiai bajnok leszek, és az akarok lenni. Viszont mindent úgy tettem, és mindent úgy teszek, hogy lehessek majd az, ha Jóisten is úgy akarja. Úgyhogy igazából konkrét célok nem voltak, de hatalmas nagy tűzzel, akarattal és elszántsággal csinálom a mai napig. Böhm Csaba a tavalyi Krakkóban rendezett Európa-bajnokságon szerezte meg a párizsi olimpiai kvótát. Talán nem véletlen, hogy a fiatalok pápájának is tartott Szent II. János Pál pápa életének egyik fontos városában történt ez meg. Kétségek között kezdtem meg ezt a kombinált számot, mert nem éreztem magamat jól fizikálisan. Viszont Jóisten fogta a kezemet, ezt éreztem, hiszen amilyen rosszul éreztem, magam olyan jól ment végül. És a célba érkezésnél jöhetett a szokásos hálaadás. Igen. Na, mélyen hiszem Istenben, és úgy gondolom, hogy ezt is neki köszönhetem, mint az összes versenyemet. Úgyhogy nálam mindig hálaadás az első, miután beérkezem. Különleges év vár az öttusázókra, hiszen a párizsi olimpián lesz utoljára lovaglás. A több mint 100 éves hagyományt megtörve a sportág vezetői úgy döntöttek, hogy utána az akadályfutás, vagyis az OCR váltja a lovaglást. Szerintem ez a legnehezebb, legszebb és legszerteágazóbb száma az öttusának. Ahogy egyébként pont most az edzés végén odahívott minket Zsolt az edzőnk, és azt mondta, hogy a lovaglás az gyakorlatilag olyan, mint az élet. Úgy kell olyan felfogásban kell lovagolni, mert hogy nem lehet azt mondani, hogy ezt kell csinálni, és akkor te tudsz majd lovagolni, vagy azt. Ilyen technikával, olyan technikával, mert folyamatosan alkalmazkodni kell a lóhoz. A fiatal sportoló számára nagyon fontos a hálaadás a versenyek végén, és talán szokatlan egy sportolótól, de szívesebben beszél a hitéről, mint a sport eredményeiről. Lehet, hogy nekem azzal, hogy
a sport miatt több figyelmet kapok a médiától, mondjuk, akkor nekem ez is az utam, ez nem tudom pontosan, hogy mi az utam még, de hogy talán ez is az utam, és ehhez kaptam hatalmas kedvet is. Ugye ez kéz a kézben jár, hogy ami az ember útja, ahhoz kap kedvet. Talán emiatt érzem a késztetést, hogy erről beszéljek, és ez ad örömöt nekem. Böhm Csaba kiegyensúlyozottan teljesített idén is az eddigi versenyeken, de első felnőtt siker előtt bő másfél évvel még az is felmerült, hogy számára nagyon fiatalon lezárul az öttusa karrier. 2018-ban egy hittantáborban, egy szentségimádáson igazából csak bevillant, hogy mi van akkor, hogyha engem a Jóisten papnak szán. És ez valahogy annyira megrémisztett, mert én tudom, vagy hát éreztem, hogy nem ezt szeretném csinálni, én családot szeretnék, de valahogy annyira megrémisztett, hogy emiatt teljesen eltávolodtam Istentől. A Covid időszak eleje igazából, amikor otthon voltunk, ugye edzésekre csak korlátozottan lehetett járni, és egyszer csak így a semmiből elkezdtem rosszul lenni. Nem lelkileg, hanem fizikailag, de olyan mértékű rosszullét lett úrá rajtam, hogy én komolyan azt hittem, ez most lehet, hogy viccesnek fog hangzani, de én komolyan azt hittem, hogy meghalok. Egyszerűen azt éreztem, hogy a szívemmel van valami gond. És mint sportoló tudtam, hogy ez hatalmas gond, mert nagyon vizsgálják a sportolók szívét a sportkórházban, és nagyon-nagyon függ a mi sportolásunk attól, hogy milyen állapotban van a szívünk. És a legkisebb eltérésre is már visszavonhatják a sportolási engedélyt. És én meg nem csak azt éreztem, hogy kicsit rossz, hanem azt éreztem, hogy nagyon rossz. Úgyhogy a fizikai rosszulétem mellett a lelki rosszulétem is egyenes arányosságban nőtt, hiszen egyre inkább közelebb kerültem ahhoz az érzéshez, hogy nekem tényleg nem ez lesz az utam, hogy én öttusázó leszek, és hogy tényleg valami papság, vagy bármi más dolog lesz az én utam, és hát nagyon féltem ettől, nagyon mérges voltam, nagyon tanástalan voltam, de nem fordultam el még így sem Istentől. Emlékszem, a sportkórházban voltam, és ugye amikor ott megjött a leletnek az eredménye, akkor hát én emlékszem, hogy sírva adtam át a kék könyvemet, mert a sportolóknak ilyen kék könyvük van, és abban van az engedély. Szóval a kék könyvemet így adtam át az ottani dolgozóknak, mert hát tudtam, hogy ez ennek a felesett tréfa. Párhuzamosan ezzel az időszakkal együtt kezdtem el többet imádkozni. És volt egy pillanat, amikor felnyitottam, már annyira nem tudtam mit csinálni ezzel a helyzettel, és annyira rosszul voltam, hogy felnyitottam a Bibliát. És pont Jób könyvénél nyílt ki, nem tudtam erről semmit, fogalmam se volt, hogy mi ez a Jób könyve, az, hogy Ószövetség, Újszövetség,
semmit nem tudtam róla, ott nyílt ki, és elkezdtem olvasni. És talán az életemben ez hozta az eddigi legnagyobb olyan isteni élményemet, olyan megbizonyosulásomat, ami aztán kihatott a jövőmre a mai napig. Emlékszem, hogy hazamentem a sportkórházból, és nagyjából rögtön elkezdődött egy ilyen gyász feldolgozásos időszak, mint hogyha biztos lettem volna abban, hogy elvesztettem valami nagyon fontosat, ami tudtam is, hogy mi, hát a sportolásom. Már nekem ez igazából mindig is egy szerelem volt, mindig is egy olyan dolog, ami az életem része, és tudtam, hogy ezt akarom csinálni. Ebben találom meg a kedvet. Majd megcsörrent a telefon két hét múlva, és mondták, hogy igazából nincsen semmi bajom. És én csak így ott voltam a telefon másik végén, hogy tényleg? És azt mondták, hogy igen, folytathatom a sportolást, nem találtak semmi problémát, és vissza is kaptam ezzel az én sportolási engedélyemet. Ezzel egyidejűleg elmúlt az összes olyan fizikai gondom, ami addig volt. Több hónapon keresztül. Na és nekem ez egy akkora megbizonyosulás volt, hogy Isten van, hogy Isten ténykedik, hogy Isten prób elé állított, és nem is tudom, félelmetes érzés volt átélni, és egyidejűleg meg megbizonyosodtam arról, hogy nekem akkor tényleg ez az utam.